vigyázz magadra. Egészségügy. Van vele baj elég. Hálapénz, kosz, udvariatlanság, félrekezelések, gyógyszerhiány. De a lényeg az, életben marad-e az ember, vagyis hogy meddig él a magyar. Átlagosan 73 évre számíthat, aki ma épp Magyarországon jön a világra. Ez három évvel több, mint 30 éve volt, ám elég csak németnek születni inkább, és mindjárt hat évvel gazdagabb a kisbaba. Tehát lehet az ország egészségesebb. De még az sem mindegy, hová születünk magyarnak. A mosónők korán halnak, írta József Attila 90 éve, és sajnos ma is igaza van. A szegények, a képzetlenek kevesebbet élnek, vagyis az egészség ma is pénzkérdés. Nem csak a gyógyszer nincs ingyen, hanem az ennivaló sem. Az egészséges étel pff, kifejezetten drága. De ne fogjuk mindent a nyuszira. A kórházban már az orvosokon és a rendszeren múlik élet és halál. Azért viszont mindenki tehet maga is, hogy lehetőleg ne kerüljön oda. Mozogni? Csipszet nem zabálni? A dohányzás rákot okoz, az alkohol sem gyógyszerám. Az a tuti, ha nem a kórházban kell megmenteni az életedet, hanem megmentette magadnak. Kevesebbe is kerül, de elég azt észben tartani, hogy meghalni rossz. Egy szűrővizsgálatra rámehet egy nap és pár ezer forint, de ha későn derül ki a baj, arra már rámehet az egész élet. Az egészség nem csak a politikusokon múlik, sőt, rajtuk kevésbé. Sem a miniszterelnök, sem az államtitkár nem csönget be egy bögre zsírral, hogy legyen szíves egyhajtásra meginni. Aki mégis zsíron meg cigarettán él, az akkor is beteg lesz, ha maga Mátyás király kormányozza az országot. Az élet mindig drága. Jobb lesz vigyázni rá.